Letették az idősebb Dárdai Pál Akadémia alapkövét, a beruházás 3 ütemben 1,5 milliárdból valósul meg. Jézus szenvedés történetét adták elő fiatalok, több ezren voltak kíváncsiak a misztérium játékra. Jézus utolsó napjaira emlékezik a keresztény világ, virágvasárnaptól húsvétig Udvardi György megyés püspök kalauzol minket. Környezetbarát barlangok átadták a megújult Tettyei Méztufa barlangot. Köszöntöm a nézőket, Önök a Pécs TV közéleti magazinját, a Központot látják. Tartsanak velünk! Letették az idősebb Dárdai Pál nevét viselő labdarúgó akadémia alapkövét Kovácstelepen. A Központ mintegy 1,5 milliárd forintos állami forrásból 3 ütemben készül el. A létesítmény regionális központként nem csak a pécsi focisták képzéséért felel majd. A közeljövőben megkezdődhet az idősebb Dárdai Pál labdarúgó akadémia építése, mely a régió utánpótlás bázisának fejlődését fogja szolgálni. Új pályákon és új létesítményekben készülhetnek majd a fiatalok, akik az ország labdarúgásának jövőjét alapozhatják meg. Az akadémia ünnepélyes alapkőletételét március 28-án tartották a PMFC Kovácstelepi utánpótlás központjában. Kulcsár Árpád akadémia igazgató sokat tanult idősebb Dárdai Páltól, és ezeket szeretné ő is továbbadni a fiataloknak. Alázatot, tiszteletet és élvezetet. Én azt gondolom, hogy ő szenvedélyt inkább, úgy mondom, én azt gondolom, hogy és emberséget, tehát ezek a jellemzők voltak, amit a Pali bácsira legjobban rá lehet ingatni, és én bízom benne, hogy bár Pécs mindig is nagyon nagy labdarúgókat adott a magyar labdarúgásnak, az utóbbi években, akikből lehetett volna nagyon nagy labdarúgó magyar szinten, azok pont az itt látható infrastruktúra külcsén miatt másokat választottak, illetve az említett 2015-ös ominózus eseménynél a kilátástalan helyzet miatt választottak mást. Én azt gondolom, hogy ha ez megépül, akkor a mi feladatunk az, hogy nagyon-nagyon sok Dárdai Pali bácsihoz hasonló képességű labdarúgót képezzük. A sportközpont nevében emléket állít egy olyan pécsi legendának, akinek szellemisége még évtizedeken keresztül meghatározó lesz a pécsieknek és a város sportolóinak, fogalmazott idősebb Dárdai Pált méltatva Őri László alpolgármester. Nagy nap ez a mai, egy ünnepi pillanat, amelyre mi pécsiek évek óta várunk ebben a városban. Hiszen egy olyan új intézménynek, létesítménynek tesszük ma le az alapkövét, amely bátran mondhatjuk, hogy több évtizedes hiányt pótol a labdarúgás fejlesztés, az utánpótlás nevelés tekintetében. Hogy a felvezetőben is elhangzott, az a létesítmény, amelynek ma itt az alapköve letételre kerül, az 3 ütemben 1,5 milliárd forintból fog megvalósulni, megépülni a következő időszakban. És igen, egy ilyen ünnepi pillanat arra is jó alkalmat teremt, hogy egy kicsit visszatekintsünk, a mögöttünk hagyott időszakot közösen értékeljük, és hogy közösen tervezzük a jövőt. Ezzel a beruházással és ezzel a fejlesztéssel, amely egy széleskörű összefogás és együttműködés eredményeként jött ma létre, egy olyan új intézmény épül, amely hozzásegítheti magyar sportot, a pécsi labdarúgást ahhoz, hogy ne csak szép múltja, de szép jövője is legyen. Vári Attila megnyitó beszédében hangsúlyozta, a 2010-ben megkezdett kormányzati hármas célnak köszönhető, hogy ez a beruházás megvalósulhat. A hármas cél az, hogy segíteni kell a fiatalokat a sporthoz megfelelő létesítményekben, nemzetközi és hazai rendezvényekkel. A létesítmény regionális központként nem csak a pécsi focisták képzéséért felel majd. Ez a 3 fontos alapja annak, hogy most mi itt állhatunk, és Pécs városának ez egy fontos lépcsőfoka. Azt azért el kell mondani, hogy nem az első és nem az utolsó, hiszen a környezetünkben épül a PVSK csarnok, a PEAC létesítmények, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia, nemrég adtunk át egy tornacsarnokot, tehát épül-szépül
az utánpótlás képzéshez szükséges létesítmények garmada. Ez a 2015-ös évben meghatározó volt, hogy sajnos ez egy morális válságban küszködő, egy NB1-ből visszasorolt megye-1-be történt nagyon negatív pillanatok hatására ez a közösség segítségkéréssel fordult a Pécs megyeugú város vezetéséhez, hogy igenis az itt lévő értékeket mentse meg a hagyományoknak megfelelően, tudjuk tovább folytatni a közös múltat, és egy megfelelő szinten tudjuk tovább vinni az utánpótlás képzést. És a városvezetés elsők között azonnali segítséget nyújtva, PSN ZRT tulajdonosaként 2015. augusztusában elkezdtük a közös munkát. Azért volt nagyon nehéz, és köszönöm a itt lévő edzőknek, gyerekeknek és a szülőknek, akik még ebben a nehéz időszakban is kitartottak mellettünk, hogy igenis 2015. augusztusában már ment a bajnokság, több mint 100 gyermeket veszítettünk, és nem tudta senki a jövőt. Nem is csodálom, hogy a szülők nem bíztak és nem is reméltek a folytatásban. De azóta azt el tudom mondani, hogy a magas szakmai színvonalnak megfelelően, hiszen nem mindig a pénzbeli érték a legfontosabb, hanem az emberi hozzáadott munkának az értéke. Annak köszönhetően most már újból 300 fő az igazolt versenyzőink száma. A regionális utánpótlás képző központ címet elnyertük. Nagyon jó kapcsolatunk van a környező egyesületekkel, és közösen dolgozunk. Ez azt jelenti a regionális utánpótlás központ, hogy nem csak a mi gyermekeinkért felelünk, hanem közvetetten 3-4 csapat képzésért is. És azért nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtak Mohácsról, Szekszárdról, Paksról a kollégák, hiszen ez a közös munka, és ennek az eredménye az, hogy most mi itt lehetünk. Júniusban kezdődik a Kovács-telepi sportkomplexum építése, melyben várhatóan szeptembertől a PMFC több mint 300 fiatal labdarúgója készülhet majd a bajnoki mérkőzésekre. A beruházás 3 ütemben 1,5 milliárd forintból valósul meg. Az elkövetkező időszakban műfüves fedett munkacsarnokot, füves és műfüves edzőpályákat alakítanak ki. Az ezekhez tartozó modern üzemeltetési eszközök, pályatartozékok is a fiatal generáció professzionális felkészüléséhez járulnak majd hozzá. Ismét több ezeren érkeztek a Tettyére, hogy az ifjúsági passiót végigkövessék. A misztériumjátékot harmadik éve a Keret alkotó csoport és a Pécsi Katifi közösen rendezi. Másfél óra alatt a fiatal színészek korhű ruhákban játsszák el a nagy hét eseményeit. Az ifjúsági passió minden évben népes tömeget vonz a Tettyére, ahol a szereplők korhű jelmezben számos statisztával, dalbetétekkel és zenei aláfestéssel idézik fel Jézus szenvedés történetét. Az ifjúsági passiót 2012 óta szervezi a Pécsi Katifi, akik egész évben biztosítják a szórakozási és program lehetőséget a hívő vagy épp istenkereső fiataloknak. A tettyei passióban minden évben mintegy 500 fiatal szerepel, a játékhoz bárki csatlakozhat. Az ifjúsági passió szereplőinek legfőbb célja az, hogy évről évre közelebb hozzák mindenkihez, köztük a fiatalokhoz is Krisztus szenvedés történetét, melynek ugyanolyan emberek voltak az átélői, mint a maiak. Igyekszünk a legnagyobb részletekkel figyelni arra, hogy minden precízen legyen előadva, és a lelkületi része az meg azt hiszem, hogy akkor jön majd, amikor igazán benne leszünk. Én így erre nagyon készülök, és tavaly is én voltam a Jézus, tavalyi tapasztalatom az, hogy amikor benne vagyok, akkor így elfelejtek minden körülményt, és tényleg megélem azt, ami ott történhetett. Hát van egyfajta tapasztalatunk, nagyjából a csapat is, akik játszanak, a tavalyi csapat, és egy összeszokottabb helyzetben vagyunk. És én azt hiszem, hogy egy fokkal mindig jobb, mint az előző évi. Coff Ágnes, aki már másodszor játszotta Mária szerepét, lelki gyakorlatnak tekintette a felkészülést és magát az előadást is. Jól érzem magam, már most van bennem egy kis druk, de az a csapat, az a közösség, ami kialakult, az biztos vagyok benne, hogy az előadás közben is egy ilyen megtartó erő fog tudni lenni. Úgyhogy nagy izgalom nincs bennem, és remélem, hogy amit próbáltam megformálni, az a Mária, az meg fog tudni jelenni az emberek előtt. Hát nekem ez most egy, mondhatni, egy lelki gyakorlat is. Hát, hogy meg azt hiszem, hogy mindannyiunknak is. Úgyhogy az, hogy,
hogy most én egy szereplője lehetek ennek, az ez egy óriási hitbeli élmény. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, és már most ilyen meghittség van bennem. Az idei passiójátékot is a Keret alkotócsoport tagjai rendezték, akik felelevenítették a középkori misztériumjátékok hagyományát. Fontos szempont volt, ahogy eddig is, hogy a szereplők ezúttal is megszólítsák a közönséget és bevonják a játékba. Harmadik éve rendezzük már egy közösen az ifjúsági passiót, és tényleg az a tapasztalatunk, hogy évről évre egyre összeszokottabb a csapat. Nagyon sok új arc jött, de az első hónapokban, első próbákon elsősorban közösséget építettünk, és aztán ehhez képest jóval kevesebb időt kellett most magára a szerepekre időt fordítani. Azt gondolom, hogy sikerült úgy összejönnünk egymásra, hogy egy nagyon nagy bizalom és elfogadás van bennünk, és hogy mindenki tudja, hogy hol a helye, mit kell tenni, és azt gondolom, hogy mindenki számíthat egymásra, és szerintem számíthatnak azok is, akik jöttek a mai napon. Több helyszínről jöttek, tehát Pécsen belül is, különböző iskolákból jöttek, vidékről is szereplők, és hát bízunk benne, hogy ez a 13-tól 35-40 éves korig, egy kicsit túltoltuk az ifjúság határát, egész jól össze tudtunk dolgozni. Vannak olyan jelenetek, ilyen kis élőképek, amik Jézus életéből, ami nem konkrétan a passióhoz, a szenvedés történethez kapcsolódnak, azokban mindig teszünk bele újakat, ide vontunk be más csoportokat, hajléktalanokat, Nagyharsányból, drámaszakkörösöket, Máltától jöttek, illetve most idén pedig egy élő kórussal bővítettük a keresztutas jelenet végét. A passiójáték szereplőit ezúttal is több ezren kísérték végig a tettyei helyszíneken. A nagyheti liturgiában jelképesen megjelennek az első nagy hét eseményei, Jézus utolsó napjai, majd halála és feltámadása. Ezeket az eseményeket éljük át évről évre, újra meg újra. Aki segít nekünk eljutni virágvasárnaptól húsvétig, Udvardi György, pécsi megyés püspök. Virágvasárnappal kezdődik a nagy hét a keresztény felekezetek számára. Ez éppen egy héttel húsvét vasárnap előtt van. Ilyenkor a katolikus egyház tanítása szerint öröm és fájdalom együtt van jelen. Öröm, hiszen Jézus ekkor vonult be ünnepélyesen Jeruzsálembe Szamárháton, miközben a tömeg olajágakat lengetett. Ezért nálunk ilyenkor megáldják a pálma vagy barka ágakat. Ezekkel a megáldott ágakkal vonulnak be a hívek a Szent Misére. Ezzel nyílik meg a nagy hét, ami bevezet minket a keresztény misztériumba, a legnagyobb ünneplésbe. Mi úgy éljük át virágvasárnapon Jézus életének az eseményeit, hogy pontosan tudjuk, mi lesz a vége. Jézus föl fog támadni. Ez azért fontos, mert életünk eseményeiben nem mindig tudjuk ezt. Amikor küzdelem van, akkor úgy gondoljuk, hogy mindennek itt a vége. Amikor megoldatlan helyzet van, úgy gondoljuk, nem is lehet megoldani. Amikor elfogy az erőnk, akkor úgy gondoljuk, hogy nincs is honnan erőt meríteni. És éppen erre akar figyelmeztetni bennünket az egyház, nem megóva bennünket a szenvedéstől, hogy van vége, és ez a vége az Istennek a dicsősége, és az embernek a jövője. És ezért, bár megrendülten, a hét napjai erről szólnak, megrendülten, de mégis a feltámadás biztos hitével veszünk részt az ünnepen. A nagy hét fontos eseménye az úgynevezett sötét zsolozsma. Ezt nagy szerdán végzik először a sötétedés utáni időben. Egy háromszög alakú gyertyatartóban gyertyákat helyeznek el. Minden ének alatt egy-egy gyertyát eloltanak, végül egyetlen marad, ez jelképezi Jézust. A többi a tanítványokat, akik elhagyták őt. Nagy csütörtök a papság ünnepe, a papok ilyenkor megújítják esküjüket. Az egyház a kezdetektől szent olajakat használ a különböző szertartásokhoz, ezeket az olajakat áldja meg a püspök. Nagy csütörtök este az utolsó vacsora szentmiséje zajlik. Ebben a szentmisében a püspök 12 kiválasztott személynek megmossa a lábát, ezzel is emlékezve arra, amikor Jézus megmosta tanítványai lábát. A szentmise után minden díszétől megfosztják a templomot, ez jelzi, Krisztus szenvedése megkezdődött. Nagypénteken Jézus szenvedésére és halálára emlékezik az egyház. Ekkor járják végig a keresztutat a hívek. Ez az a 14 állomásos út, amit Jézus is megtett a Golgotára, a kereszt halálig. Jézus halálának időpontja délután 3 óra, általában ilyenkor szoktak keresztutat járni. Nagyszombat a csendesség és a nyugalom napja, láthatjuk a szent sírt is, és este van az úgynevezett húsvéti virrasztás. Az Anya Szent Egyház, mint gondos anya szeretné, hogyha a legjobban tudnánk ünnepelni, ezért már most virágvasárnapon
a szenvedéstörténet egészébe beavat bennünket. Ezért veszi a bátorságot, hogy előre elmondja számunkra, mi fog történni, mi lesz, hogy felkészítsen bennünket. Nem másról lesz szó, mint küzdelemről. Küzdelemről a jó és a rossz között, az igaz és a hazug között, az Istenfél és a gonosz között, és küzdelemről, ami az Isten és a gonosz lélek között van, az emberért. És ezért ebben a mai ünnepben teljes egészében benne látjuk a nagycsütörtök éjszakáját, a kenyértörést, a lábmosást, benne látjuk a szenvedéstörténet azon eseményét, amikor Jézust vádolják, amikor ítélkeznek fölötte, amikor teljesen érthetetlen módon félelemből saját népe elítéli, mert biztonságot szeretne, mert úgy gondolja, hogy ő maga ezt meg tudja teremteni. És aztán ott van a keresztnek a magánya, ahol az Isten minthogyha hallgatna. És aztán ott van nagy szombat csöndje, ott van húsvét vasárnapnak a hajnala. A húsvéti szertartás a feltámadási körmenettel zárul. Az egyház ilyenkor szeretné megosztani az örömét az egész világgal. Ünnepélyes keretek között átadták a megújult Tettyei Méztufa barlangot. Interaktív természetvédelmi témájú kiállítás, valamint megújult barlang bejárat várja a turistákat. Az uniós források mellett a kormány is támogatja a térség természeti értékeinek megőrzését. Misztikus, föld alatti világot rejtenek a barlangok, ahol elrejtett kincsek, az azokat védő, nem kimondotta jóindulatú lények is tanyáznak. A 20. század egyik legnagyobb mesemondója, Tolkien is, a hegymély kincséről írt, a föld alatt lapuló drágakövekről, és ezek a barlangok, a törpök ősi otthona volt, de hát mi tudjuk, itt tanyázott Smaug a sárkány is, egy másik meséjében pedig egyszerűen az ősi világ gonosza húzza meg magát a mélybe. De hát a mondák szerint nem csak a világban különböző részein vannak ezek a sárkányok, hanem itt a mecsekben is élt a hétfejű sárkány, ráadásul egy barlangban tanyázott, én a képét is felfedezni véltem. Ezt a sárkányt is fel lehet fedezni rekonstruált állapotban a megújult Tettyei Méztufa barlangban. Többek között ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztését és hungárikumokért felelős államtitkár a Tettyei Méztufa barlangot. Az államtitkár azt is elmondta, nemzeti parkjaink nem csak az élővilágot óvják, védik, nem csak a természetvédelmi területeket, hanem jól körülhatárolható az élettelen természeti értékek köre is. Barlangok az egy különleges világot jelent, azt hiszem, gyereknek, felnőttnek, hiszen számos monda, legenda, kultúrtörténeti érdekesség is hozzátapad, de ezek azok a helyek, amelyek mesélnek a földtörténetről. Úgyhogy ez a beruházás is azt célozta meg, hogy élményt adjon, és úgy nyújtson ismereteket, hogy közben a látogatók jól is érezzék magukat. Idézek egy kortárs költőt, aki azt mondta, hogy amit jól szeretsz, maradandó részen, amit jól szeretsz, való örökséged. Hát meg kell tanulnunk jól szeretni. És maga a bemutatás az első lépése a természeti értékeink megóvásához, mert csak azt tudjuk megóvni, amit szeretünk és amit ismerünk. Ezért fontos maga a bemutatás. Évről évre egyre több hazai és külföldi turista látogat el városunkba. Fontos, hogy ez továbbra is megmaradjon. Tettyei Méztufa barlang népszerű a turisták körében, az 5. leglátogatottabb turisztikai objektumunk, évente több mint 20 000 ember látogat el ide, de a kiállítás már nem lehetett modernnek tekinteni, és ahhoz, hogy ezt a számot megtartsuk, ahhoz fontos volt, hogy a modernkor eszközét, az interaktivitást is segítségül hívjuk, és ez a mostani megújulás az azt segíti, hogy egy nagyon fontos turisztikai attrakció moderni, ezáltal pedig izgalmassá vált. A megújulás majdnem teljes. A projekt megvalósítása 2016-ban indult. A projekt elsődlegesen az élettelen természeti értékek megőrzésére, a bemutatások lehetőségeinek javítására irányul. Ez barlangokat és földtani alapszelvényeket jelent. A világítás az teljes egészében átalakításra került, egy modern, új LED technológiás
világítás került kialakításra, ami sokkal inkább elérhetőbbé és feltárhatóvá teszi a barlangot. Másrészt volt egy nagyon fontos kőzetállékonysági vizsgálat, illetve a megközelítésben is a járófelületeknek a modernizációjában is nagyon léptünk előre, és ezzel párhuzamosan pedig az a kiállítás, ami 10 évvel ezelőtt került kialakításra, az gyakorlatilag teljes egészében lecserélődött. Az uniós források mellett a kormány is támogatja a térség természeti értékeinek megőrzését. A Tettyei Méztufa barlang mellett az Abaligeti barlang is megújult ebben az időszakban, illetve hát a Mecsekben is a Villányi-hegységben található elsősorban élőhelyvédelmi szempontból fontos barlangok is egyik része lezárásra került, és hát 2 tanúsvény és föltani alapszervénye kerültek megújításra. A teljes projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 169,2 millió forint támogatással. A projektet a tervek szerint 2018. július végéig befejezik. Sonka és kalács, ez a 2 étel biztosan megtalálható minden asztalon húsvétkor, de mi a jó sonka titka, és hogyan készül a finom házi kalács? A következő néhány percben kiderül. Az élelmiszer üzletek polcairól különböző ízesítésű és formájú kalácsot vehetünk le. De miért tennénk bolti kalácsot, ha gyorsan és egyszerűen elkészíthetjük otthon is? A Zsolnai negyedben a gyerekekkel együtt sütötték meg ezt a könnyű péksüteményt a húsvétra várva. Bakasára Hobbi Pék megosztotta velünk a finom házi kalács receptjét. 6 deci tej, jó meleg tej, 3, hát ha sós kalácsot akarunk, akkor 1 nagy kanállal. Egy ekkora kanál cukrot teszünk a fél liter tejbe, vagy a 6 deci tejbe, és teszünk bele egy élesztőt, azt hagyjuk, hogy felfusson, beletesszük a lisztet, és a lisztbe teszünk sót. Ha most a sós kalácsot akarunk, akkor ennyi só kell, ha édeset, akkor még teszünk 2 kanál cukrot. És akkor a másfél deci étolajat szoktam tenni, vagy aki vajjal szereti, az tízek a vajat felolvaszt, és még beleteszi, és akkor vagy kézzel, vagy géppel kidagasztja. Amikor kidagasztja, akkor körülbelül így kell kinézni a tésztának. És akkor én nem szoktam megvárni, hogy így megkeljen egyszer, de ha van ideje annak, aki készíti, az ilyenkor is hagyhatja keleszteni. Na most a gyerekek itt várnak, és akkor ilyenkor nem. Csak ezeket így kicipózom. És mint cipót, engedjük, hogy kicsit keljen. És akkor, hát ebből készülnek a fonatok, és akkor a fonatokat összefonjuk, lehet hosszúkás kerek, és megkenjük tojással, és kisütjük. Tehát ez a klasszikus kelt kalács. Persze jobb, ha házi tejjel dolgozunk. Aki teljes kiörlésű viszkel szereti, azt is lehet, csak ott arra vigyázni kell az arányokra. Tehát teljesen 100%-os teljes kiörlésű lisztet nem szoktam használni. Lehet mondjuk inkább egy kis tönköllyel szelídíteni a teljes kiörlésűt. Tehát mondjuk a teljes kiörlésű legyen egy 40 deka egy kilónál, és akkor 60 deka tönköly, és akkor így most hagyjuk kicsit. Miután a tészta megkelt, a gyerekek is odasereglettek az asztal köré. Felkötötték a kötényt, és kezdődhet a munka. Először kis cipókat gyúrnak, majd sodornak 2 hosszú kígyócskát. Ezt a 2 összefonták, és koszorút készítettek belőle. Ezután mindenki saját ízlése szerint díszíthetett. Mazsola, csokoládé és más finomságok álltak a gyerekek rendelkezésére. A legnépszerűbb az édesség volt. Mivel díszítetted a kalácsokat? Színes cukorkákkal és csokikkal. Ezután mehet a sütőbe körülbelül 25 percre 200-220 fokon. Nos, a kalácssal elkészültünk, következzen a sonka. Ehhez Szent Lőrincre utaztunk, ahol sonkaversenyt rendeztek. Budai Péter séf stábunknak elmondta, mi a jó sonka titka. Nézzen ki jól, legyen finom illata, legyen jó a fűszerezése, és amikor megeszem, akkor olvadjon el a számban, és akkor nincsen hiba a sonkában. A séf a sonka verseny bírája volt a rendezvényen, de más programmal is készült a látogatóknak. Tavaly évben is velünk volt már Budai Péter séf úr, aki amellett, hogy a zsűriben tevékenyen részt vesz évről évre, és szakmailag segíti a zsűri munkáját,
helyi termékekből, helyi alapanyagokból mutatja meg nekünk, hogy hogyan lehet gyorsan, gazdaságosan finom ételt az asztalra tenni a családunknak, úgyhogy ezt is hamarosan látni fogjuk. Ugye ez egy sonkavásár, tehát sok-sok sonka ételt fogok készíteni, de miután ez egy interaktív, hogy a nézők mondják meg, hogy miből, hogyan, meg ővelük való kommunikációból szűröm le, hogy mit szeretnének látni, ezért fogalmam nincs, hogy mit készítek. Biztos, hogy lesz sonkával ragú, csinálok sonkatekercset, de ezekben nyilván az a trüváj, hogy egy picit másképp, mint ahogy ezt megszoktuk. Budai Péter elmondta, nagyon sok mindentől függ, milyen minőségű lesz a sonka. Attól, hogy milyen állatból van, hogyan készül, milyen technológiával, hogyan érlelik, hogyan pácolják, hogyan sózzák, hogyan füstölik. Tehát ez egy komplex, összetett dolog. Nagyon sok mindentől függ. Persze, amiről beszéltem, az a nyers sonka. Hogy mitől jó. A füstölt, főtt sonka, hát az meg akkor finom, hogyha zamatos, hogyha úgy van megfőzve, hogy recsen, mint a érett dinnyel. Tehát vannak ilyen ismérvei. Tehát legyen jó a fűszerezés, legyen jó illata és olvadjon el a szánkban. Ezek a jó sonka tulajdonságai. És ugye már finom házi kalácsot is tudunk készíteni, már csak a locsolkodókat kell várni és a dekorációkat feltenni a húsvéti hosszú hétvégén. Ez volt erre a hétre a Központ, a Pécs TV közéleti magazinja. Jövő szerdán találkozunk. Ha tehetik, töltsék a szabadban a hosszú hétvégét, és áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánok kollégáim nevében is. Viszontlátásra!